5 perc elmúlt 4:09, ma a hírekben többször is hallhatták, de itt a műsorban is, hogy Oroszország ma hajnalban megtámadta Ukrajnát. Az eseményeket televízión követi nyomon Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Nem tudom, ukrán vagy orosz televíziót néz? Hát főleg nyugati televíziót nézek, de időnként az orosz is természetesen. Melyek a legfrissebb hírek? A legfrissebb hírek úgy néznek ki, hogy a Putin nagyon szigorú és határozott, eltökélt módon próbálja megvalósítani azt, hogy Ukrajnát meggyengítse. Elsősorban katonailag, ezért előre kiválasztott objektumok ellen hajt végre támadást. Elhelyez minden felhasználát. A szárazföldi erők még nem vonultak be, de ennek bármilyen lehetősége megvan, és ha úgy dönt, hogy szárazföldi erőket is beküld Ukrajna területének, nincs akadálya, de pillanatnyilag hát inkább a légierőt használják. Ennek minden változatát felderítőgépekkel nyilván nézik, hogy milyen a terep, milyen a helyzet az ukránok oldalán. Aztán vadászgépeket küldenek, bombázókat küldenek, tehát az ukrán légteret folyamatosan nyomás alatt tartják, és hát lehetnek még drónok is. Ugyanakkor például a manőverező robotrepülőgépeket orosz területről indítottak már egy párat, és ezzel károkat okoztak Ukrajnának. Hát ha tovább folytatódik és tovább megyünk, akkor politikailag elég világosan megmondta a Putyin a hajnali nyilatkozatában, hogy mit akar elérni. Azon kívül, hogy az ukrán hadsereget gyengíti nagyon nagy mértékben, szeretné elérni azt is, az nem egy kétperces dolog, hogy Ukrajnában történjen egy kormányváltás, és egy olyan csapat kerüljön hatalomra, akik Oroszországgal jó baráti viszonyt ápolnak, tehát magyarul Oroszország azt tud csinálni Ukrajnával, amit éppen akar. Hát ezek a rövid távú célok, ahhoz ugye pillanatnyilag rendelkezésre állnak az erők fönt északon, Belorussziába, Fehér Oroszországba, azzal, hogy az erők ott vannak és beléphetnek Ukrajna területére, ez azt jelenti, hogy a konfliktusba beszállt egy harmadik ország is, Fehér Oroszország. Bocsánat, ma hajnaltól már észak felől is támadták, tehát Belarusz felől Ukrajnát, mert igen, korábban csak igen. Arról volt szó, hogy a szakadárköztársaságokba akarnak bevonulni a katonák. Nem csak a szakadárköztársaságban, valóban arról volt szó, de ezt kibővítették. Tehát most azt tudom mondani, hogy a Ukrajnában, illetve a Fehér Oroszországban lévő orosz erők, akiknek 20-ában be kellett volna fejezni a gyakorlatot, az egy gyanús el volt, hogy nem fejezték be, meghosszabbították, tehát ezeket fel tudják használni egy olyan támadásba, amely kifejezetten Kijev ellen irányul. Tehát ez benne van. Ezen kívül a szakadártartományokból is tudnak bőségesen, és ez a legfontosabb irány számukra jelenleg, és sajnos van egy olyan lehetőség is, hogy a Krimfészegetől is tudnak indítani katonai támadást, nevezetesen tengerész gyalogosokkal, elég nagy a haditengerészeti erők mozgatása orosz részről, tehát különösebb akadály nincs, hogy akár onnan is. Azt jelenti, hogy a nyugati határszakasz kivételével szinte minden irányból indulhat, akár szárazföldi támadás is Ukrajna ellen. Említette, hogy ma hajnalban és elsőként repülőgépekkel, drónokkal támadtak katonai célpontokat. Elképzelhető az, hogy szárazföldi erőket is be fognak vetni, tehát benyomulnak. Ez a több százezres hadsereg, amelyik a belorusz határnál tartózkodik, benyomul Ukrajna területére, illetve mi a helyzet a rakétákkal? Hát rakétákat is használnak, tehát még a drónokat kevésbé, várott a határ közelében azokat is alkalmazzák, de természetes dolog, hogy egyelőre a régi erőt alkalmazzák, és az ukrán légvédelmi rendszert próbálják kikapcsolni, ami azt jelenti, hogy nem tudnak védekezni. Annak a lehetősége viszont fennáll, hogy nagy arányú szárazföldi támadást indítanak. Ehhez minden erő rendelkezésre áll, gyakorlatilag a teljes orosz, illetve most már azt mondanám, hogy belorusz fronton is, mert nyilván Fehér Oroszország, mivel a két ország unióban van egymással, bármikor megindítatja a támadást. Egyelőre ennek mondjuk nagy realitása nincs, de az esély megvan, tehát képesség is megvan hozzá. Itt az a kérdés, hogy dönt az ukrán vezetés. Tehát ők megadják-e magukat, nem hiszem, hogy az így fog történni, ami azt jelenti, hogy egy másik kormány alakul meg, és ezzel Putyin elérte a célját.
Ebben az esetben viszont az azt jelenti, hogy Ukrajnának ilyen szempontból vége, tehát egy teljesen új politika kezdődik, és ez egy orosz barát politika lesz. Amerika korábban arra figyelmeztetett, amikor azt mondták, hogy meg fogja várni a téli olimpia végét, tehát az áraünnepséget Putyin, és ez így is történt, hogy ne haragudjon meg rá a kínai elnök, vagy Kína. Szóval Amerika azt mondta, hogy nagyon sok civil áldozat lesz. Hogyha maradnak a rakétatámadások, a légvédelem, illetve a légitámadások, és plusz a szárazföldi erők valóban, akár Kijevben, akár a nagyvárosokban sok civil áldozat lehet? Én azt mondom, hogy az oroszok, és nem én mondom, hanem Putyin mondta, igyekeznek eltávolítani azokat az embereket, akik orosz ellenesek. Tehát ők azt mondták, hogy akik nem szállnak szembe az orosz erőkkel, azok nyugodtan élhetik az életüket, és őket nem fogják támadni. Persze olyan háború nincs, ahol úgynevezett járulékos károk ne keletkeznének. Elég finoman fejeztem ki azt, hogy tulajdonképpen lehetnek halottak. Nagy számú halottat nem biztos, hogy fel fog vállalni az orosz vezetés. Ma már rendelkezésre állnak olyan eszközök, olyan lehetőségek, hogy ezeket igyekezzenek kivédeni, illetve hát az ukránoknak is van annyi elszük, hogy ezekről a helyekről, amiket nyilván tudnak, hogy hol fognak támadni, vagy miket fognak támadni, ezeket kiürítik. Tehát ott a legszükségesebb állomány lesz jelen. Egy dolgot kérdeznék még végezetül, hogy ez is az elmúlt napok fő témája volt, hogy kiterjedhet-e Európára ez a háború. Sok politikus azzal riogatott, hogy igen, sőt maga az ukrán elnök is erről beszélt, sok szakértő, és talán ön is így nyilatkozott korábban itt a műsorunkban, hogy nem, ez egy orosz-ukrán konfliktus. De mi van akkor, ha a NATO vagy Amerika beavatkozik? Most kezdve egy európai háború kezdődik, mert ugye a NATO-ban ötödik cikk alapján egy országot megtámadnak, ebben az esetben az összes segítségére megy. Nem hiszem el, hogy a orosz érdekek azt jelentik, hogy ők NATO-val szembe menjenek. Tehát egy NATO-orosz konfliktusnak a kialakulása rendkívül csekély, ebben az esetben az Oroszország nagy győzelmet aratna le. Ugyanakkor azért lehet látni, hogy a NATO részéről is megvan az összetartás, megvan a NATO és az Európai Unió között az összhang, és tulajdonképpen ma is ülésezni fognak az Európai Unió tanácsával, gondolom a NATO folyamatosan tanácskozik, tehát ott az Észak-Atlanti Tanácsnak a vezetése értékeli a helyzetet, és megteszik a szükséges intézkedést. Én nem hiszem ezt el, hogy a Európa többi részén lenne bármilyen támadás, viszont katonaira gondoltam, gazdasági komoly szankciók, illetve ennek következményeivel számolni kell. Hát, és ebben mindenki benne van, Magyarország is benne van. Tehát itt a együttműködés, a gazdasági együttműködés, az meglehetősen sok csorbát fog szenvedni. Ha megnézzük csak Finnországot, ugye már az atomerőmű építését azt le is állították, a finnek közölték az oroszokkal, hogy ezt most el lehet felejteni egyelőre. Hát arról nem is beszél, hogy a gazdasági szankciók nem csak Oroszországnak fognak károkat okozni, hanem minden uniós országnak. A ma reggeli hírek szerint egekben már az olajár és zuhan a tőzsde világszerte. Köszönöm szépen, friss híreket mondott a műsorunkban Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Szép napot önnek, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont kívánom, viszont hallásra.